penész problémák esetén gyakran találkozok azzal a dologgal, hogy az emberek inkább nem szellőztetnek, csak nehogy kihűtsék a lakást. Pedig pont ez okozza a problémát, hogy a bent lévő nagy mennyiségű pára nem tud kijutni a kültérbe, hanem bent felhamozódik és egy hideg szerkezeten lecsapódik. Márpedig hideg szerkezetek mindenhol vannak, kevésbé jó megépítettek az épületeink, szerkezeteink, tehát hőhidasak, és ezeken a hőhidas szerkezeteken, a hideg felületeken le tud csapódni a pára, és penészt tud elő, elő létrehozni mert a penészgomba is ott van gyakorlatilag mindenütt, pláne ha nem szellőztetünk kellő mennyiségben. Tehát a varázs megoldás az az, hogy kellő sűrűséggel, kellő mennyiségben szellőztessünk, és ez nem azt jelenti, hogy kihűtjük a lakást és fél órákat, órákat szellőztetünk télen, hanem rövid időre, de sokszor. Tehát az a rövid idő ezén 5-10 percet jelent maximum, viszont minél többször próbáljuk ezt megejteni a nap folyamán, akár szer is. Tehát attól függően, hogy mit csinálunk, vagy mennyire termeljük a párát, mennyire zuhanyzunk sokszor, mennyire főzünk sokszor, mennyire mosunk sokszor, és e szerint próbáljuk a sűrűségét is ennek a szellőztetésnek beállítani. Aki otthon van nap mint nap az egész családjával, és sokat mosfőz takarít, tehát sok párát termel, vagy sok növénye van, sok akvárium van, annak biztosan többet kell szellőztetni, mint aki egyedül él egy nagy légterűházban, ott, ahol a pár is jobban el tud oszlani, kevés növényel, kevés akvárium, kevesebb fürdéssel, kevesebb főzéssel, annak biztosan sokkal kevesebbet kell szellőztetni. Tehát állítsuk be saját magunknak, saját magunk számára az ideális szellőztetési darab számot, és akkor nincs probléma a penészsel, nincs probléma a párával.